Üdvözlök mindenkit, ma a Street Drive nevű játéka mutatom be, ami önmagában nem is annyira jó. Az első pálya az magában elmegy. Nem nehéz, nem könnyű, van benne kihívás, én azt mondom. Igyekezett a játékén potyogó sziklákkal, és itt van egy ilyen veszélyes radioaktív dinamitszerűség is. Az itt a fent a bónuszt jelképezi. Na igen, ez a nagy szívás. Próbálok néha ilyen trükkösen bemenni, de nem engedi. És game over. De hogyha megmutatom a többi pályát. Itt a merő. Hát, ez igazából áll nagy. Lehet pályát választani, ha minél több, annál nehezebb. Még véletlenül is eljussunk túl rajta. Itt vagyok a 16-os pályán, itt ez sem annyira könnyű. Itt úgy, én ezt úgy nevezem, hogy a halálpálya. Azért hívom ezt halálpályának, mert íme. Halálpálya. Legelőször láttam ezt a hurkot, én egyből beparáztam, hogy ez valami sülyeztő, mert a játék gyakran a csal. És ezért nem szeretem, mert nem reális az egész. Például itt, hogy ez a legnagyobb szívás az egész játékban, a rámpa. Kérem szépen, hogyha valamelyik irányba elindulsz, nem engedi, hogy ami levegőben mozog ide-oda, hanem egy helyben ácsorog. Nem megy semmiféle irányba. És ezért is nehezíti ez az egészet. Látjátok? Kontrollálhatatlan. Itt az a gázpalac kiképezi a rakétát, benne mindig van rá szükség. Sőt, valamelyiknek tök fölösleges. Nagy távolságok, megdönthetetlen távolság, de imádom ezt néha. Néha tököm tele van ezzel. Istenem, ez a játék kiszívás. Mutatok egy élő példát arra, hogy a rakéta néha nagyon felesleges. Ez egy másik pálya volt. Ott 25 pontonként lehet bónusz szerezni, ott a felső sarokban. Itt a rápa az átlátszósága miatt nagyon csalós. Meg néha nagyon... Az az egyik csalása ennek a rámpának, hogy nem lehet, ha visszatolatsz, abból a lendületből nem engedi. Íme. Előre, 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 és... Engedi. De, itt a szélén, autó felborul, bum. Legalább kéne annyi realizálásnak lennie, hogy a pálya így nem a levegőben van torony magasban, ilyen őrült nagy építmények. Nem mozdítom el a kamerát.
Tehát ez egy borzalom. Íme. Nincs semmi reláció benne. Meg hát ezt nem tudom, hogy látható volt-e vagy sem. Például most mutatni fogok valamit, amitől eláll az agyatok. A mi kis nagyon okos fejlesztőink nem tudtak falat animálni, ezért az útból egy darabot tettek oda. Megfordulok. A legijesztőbb dolog ebbe az egészbe. Ez. Ilyen lassított felvétel. Mint hogyha be lenne kenve az egész ragasztóval. Nagyon sokszor a megoldás otthon a fal mögött. Az egyik nagy csalás az is lehet, hogy nincsen elkerítve az egész, és csak úgy alámész ennek a dárctáblának. Ennek a dárctáblánál lehet bónuszokat szerezni. Hogy, például, hogyha nem lenne itt ez a hülye fal, ami mindig csak bosszant, mert néha, hogyha becélzem az egészet, akkor kirepül az egész, mert a rampa, amit már említettem, csak nem engedi, hogy mozogjak. Na és itt az egyik hiba már is. Remeg az egész. Hát mégis ki találta ezt így kicsod? Ki? Ezzel sem fogok játszani többé. Sziasztok.